Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Híreink következnek röviden. Nyári munkálatok, folyamatosan dolgozik a közterületeken a Sopron Holding. Szerdától kézbesítik az önkormányzati választásokra szóló értesítőket. És örömalkotás Saródon. Záró kiállítással ért véget a Ferenc József Nemzetközi Alkotó és Művész Tábor. Fű és cserjenyírás, öntözés és gyomlálás. Csak néhány feladat a Sopron Holding nyári munkái közül. A vállalat emellett nagy hangsúlyt fektet a játszóterek és a közterületi bútorok javítására is. A szakember felhívja a figyelmet arra, hogy a Sopron Holding csak a lakótelepeken és a közterületeken felel a növények nyírásáért. A családi házak előtt ez a tulajdonosok feladata. Folyamatosan dolgoznak a Sopron Holding munkatársai. Hétfőn a József Attila lakótelepen folytak a munkálatok, mintegy 76 ezer négyzetméternyi sövényt gondoznak a cég szakemberei. Nyáron azonban más egyéb feladataik is vannak. Nyári munkáink közé tartoznak a májusban elültetett egynyári virágok gondozása. Ez mindegy 3500 négyzetméter területet jelent, 90 ezer darab egynyári virágot. Hát ezt folyamatosan gyomlálni kell, egy ütemterv szerint haladnak a hölgyek, és ezeket az ágyásokat gyomlálják. Ezen kívül a virágokkal még az öntözés az, ami ilyenkor kiemelt jelentőségű. Az öntözés az két autóval látjuk el, ott, ahol nincs öntözőrendszer. Ja, elég sok virágágyásban most már automatizált öntözőrendszer van. Ezek mennek este, illetve a hajnali órákban. A további nyári zöld munkák közé tartozik ugye a fűnyírás. Ez közel 1,2 millió négyzetméteren végzi a holding. Itt ugye a közterületek tartoznak bele, illetve a közparkok, a lakótelepeknek a közterületei, amelyeken nyírjuk a füvet. Emellett fa és zöldnyes és az elszáradt fák és ágak kivágása, valamint a növényvédelem is kihívást jelent a szakembereknek. Fontos, hogy a füvet és a cserjéket csak a közterületeken és a lakótelepeken gondozza a Sopron Holding. Hangsúlyoznom kell azt, hogy az ingatlan tulajdonosoknak kötelme nyírni a fűfelületet, az ingatlan határa és azt övező járdaszegély, illetve útszegély közötti területen. Tehát az ingatlan határa és az útszegély között kell a tulajdonosnak, az ingatlan tulajdonosának gondozni a zöld felületet, beleértve a sövényt, a fűnyírást, illetve télen pedig a hóeltakarítást. A levágott levelek és gajak az STKH komposztjában kerülnek újrahasznosításra, míg a kivágott fákból és nagyobb ágakból mulcsot készítenek. Szerdán kezdik kézbesíteni a mintegy 8 millió választópolgárnak az októberi önkormányzati választás értesítőjét. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy benne vannak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának névjegyzékében, és melyik szavazókörben élhetnek választójogukkal. Amint egy 8 millió választópolgárnak legkésőbb augusztus 23-áig postázzák az értesítőt. Ha valaki nem kapja meg, akkor a jegyzőnél jelezheti, aki új értesítőt állít ki. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az október 13-ai választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza, és megtalálható rajta a szavazás pontos helye és ideje. Több száz egyedi különböző technikákkal készített alkotás született a Saródi Ferenc József Nemzetközi Alkotó és Művész Táborban, amelyek legjavából kiállítás nyílt a helyi művelődési házban szombat délután. Az Art Lira megzenésített versekkel lepte meg a záró kiállítás résztvevőit. A világörökségi helyszínen Ferenc József festőművész és rajztanár 1992-ben hívta életre a művésztábort, hogy az itt alkotók elmélyülhessenek a fertőpart szépségeiben, megismerkedhessenek különböző technikákkal, inspirációt kapjanak a művésztanároktól és egymástól. A Saródi Ferenc József Nemzetközi Alkotó és Művésztábor amatőr és képzett művészeket is nagy szeretettel fogad a nyári 10 napos táborában. Jöhetnek kezdők, de ugyanakkor valóban egyetemet, főiskolát végzett hallgatók, sőt művészeket is várunk köreinkbe, hogy a tudásukat tudják gyarapítani. Az idejében táborunkban több mint 100 résztvevő fordult meg, és ez a szám évről évre növekszik. Sokan érkeztek a környékről, de az ország minden pontjáról, sőt külföldről is jöttek a táborba művészetkedvelők. Az alkotótábor színes tematika köré épült.
A hagyományőrzés jegyében a hüvelyi csipke titkaival ismerkedhettek az alkotók a kurzus elején. Majd jött Zsóka László festőművész, aki az akvarell festészet, míg Bottyán Marianna festőművész a plenér festészet rejtelmeivel vezette be a táborozókat. Felkerestek egy környékbeli pajtát is, ahol különleges millióben alkothattak a táborozók. A tábor művészeti vezetője is izgalmas foglalkozásokkal várta az alkotókat. Én próbáltam a hagyományos festészeti technikákba egy kis betekintést nyerni, így a tempera festészet, itt a tojás, kazein, viasz és az olajtemperának a rejtelmeibe. Készítettünk tojástemperát a tábor lakókkal, vagy táboron résztvevőkkel, és azzal festettünk is. Láthatok olyan képek, amik a tojástemperával készültek. Igazából a következő nap az mindig mindenki tudja, várakozással töltek Grubics Jánosnak hidegségi pajtájába megyünk, ahol egy ilyen nagyon régi használati tárgyak és egy nagyon kedves fogadtatás vesz minket kör, és ott olyan abban a millióban alkotni mindig egy öröm mindenki számára. Itt pedig a diópálcot, mint festészeti eljárást gyakoroltuk. A zárókiállítás megnyitóján Barca Attila, Soprani és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte a vendégeket, aki személy szerint is kötődik a táborhoz. Jól ismerem a Ferenczi József Nemzetközi Alkotó és Művész Tábort, hiszen nagyon sokszor részt vettem már a programjaikon, és azt gondolom, hogy és azt tartom a legfontosabbnak, hogy Ferenczi József szellemiségét mai nap tovább tudják vinni. Őnek pedig az volt a gondolata, hogy mindenben az embert keresi, adott esetben most a Fertő tájnak a megjelenítésében is, és Hetlinger Júlia, a tábor főszervezője kiválóan összehozza ezeket az amatőr művészeket, és azt gondolom, hogy komoly alkotómunka zajlik ebben a 10 napban. A táborozók jelentős része már most jelentkezett a következő évi művésztáborba. Illúzió címmel nyitotta meg éves rendhagyó kiállítását a Soproni Fotóművészeti Kör péntek este. A rondellatárlat most a hagyományokkal szakítva nem a városi rondellán látható, hanem a használaton kívüli Papréti zsinagógában. Az amatőrökből és profikból vegyesen összeálló fotókör 18 képet mutat be a tárlaton. Az illúzió, mint szó, szervesen összekapcsolja az épület történetét a mostani kiállítással, emelte ki Pataki András, a Prokultúra Sopron ügyvezetője megnyitó beszédében. Erről a helyről vitték a halálba zsidó sorstársainkat, akik számára a remény már valóban alaptalan volt azokban a napokban. Akkor ez volt az illúziók háza, az alaptalan remények háza. Most újra az illúziók háza lett a Soproni Fotóművészeti Kör kiállító alkotóinak jóvoltából, de most talán már egy eddig nem volt, negyedik szótári jelentéssel a művészet csodája. Gyönyörködjenek hát benne, röptessék meg a fantáziájukat és gondolataikat az itt látható fotók segítségével. Művészetek találkozása címmel nyílt izgalmas tárlat a Várkerület galériában vasárnap délelőtt. Makár Iris és Pintér Csaba közös kísérletbe fogott. Olyan képeket készítenek, ahol a festmény és a keret egyenrangú, együtt adják meg az alkotás művészeti értékét. Különleges képek sorakoznak a Várkerület galéria falain. Makár Iris festő és Pintér Csaba asztalos konzervátor művészi egymásra találásának köszönhetőek a kísérletező alkotások. Pintér Csaba gyermekkora óta a fa szerelmese, ezért is választotta az asztalos szakmát, mellette tanult restaurálást és régészetet is. A képkeretek készítését művészi színvonalra emelte. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne egy szokatlant eltérő faragást, kollekciót létrehozni, tehát hogy ne maradjunk meg maga a hagyományos ugye, stílusoknál, hanem sok stílust ötvözünk össze, majd ebbe próbáljuk meg festményekkel ugye, kombinálni, tehát ugye a iparművészetet a képzőművészettel összehozni, tehát egy szép találkozásba, és ezt ugye Magas Illa és művészettörténész barátom nagyon jól fogalmazott, mert ugye a kép túlnyúlik a kereten, ugye a keret pedig a képen. Tehát egy nagyon szép összhang van a kettő között. Makár Iris már gyermekkorában is örömmel ragadott kezébe festőecsetet. Az utóbbi években szakemberek segítségével mélyíti el tudását, sokfajta stílus és technika vonza, így a folyamatos kísérletezés jellemzi. Ennek egyik állomása a mostani kiállítás. Mint mondja, Pintér Csabával öröm a közös alkotás. Olyan fontossági szempont, hogy először a keret készül el, de hát Csaba készíti el, és akkor utána nézzük bele, hogy milyen kép lenne jó, illetve hát először is én gondolkodom rajta, és majd küldöm át neki, hogy én milyen jellegű képet gondolnék bele, és akkor ezt kivitelezze, ugye,
mindig kis változtatásokkal, ugye akkor készülnek el ezek a képek. Közös ismerősünk van, aki által egy partin került sor arra, hogy láttam az ő keretét, illetve tükröket benne, de ugye nem tudtam, hogy ezt ő készíti, és vetődött fel, hogy hát, hogy akkor van egy csomó olyan keret, hú, ebbe ilyen-olyan kép kerülhetne bele általam, és akkor megegyeztünk, hogy akkor próbálkozunk úgy, hogy ők elkészít egy 5-6 kerektet, és akkor én ebbe akkor megpróbálok akkor belefesteni, megnézzük, hogy ez hogy néz ki, és akkor hát nyilván akkor ugye most itt vagyunk, hogy elég sok alkotást sikerült összehoznunk. A Művészetek Találkozása című tárlat augusztus 11-ig tekinthető meg a Várkerület galériában. Mintegy 350 versenyző vett részt szombaton az idei soproni pedi éjszakai futáson. A versenyt eredetileg július utolsó szombatján rendezték volna meg, de az időjárási viszontagságok miatt egy hetet halasztani kellett. Senki nem lazsál, ugye? Már a közös bemelegítés is alaposan megmozgatta résztvevőket, akik 4 kategóriában rajtoltak el a soproni Erzsébet kertben. A legtöbb nevező az 5,3 kilométeres sávot választotta, de majdnem ilyen népszerű volt a 10 kilométeres verseny. A legkitartóbb futók 16 és 21 kilométeren keresztül rótták a köröket a városban. Az idei verseny újdonságot is kínált. Az útvonalban van változás, sokan kérték tavaly tőlünk, hogy a belvárost megnézni kivilágítva, úgyhogy idén bevittük egészen a várkerületre és a tűztorony alá az útvonalat. Ez egyébként egy 5,3 kilométeres kör, ezt lehet egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer teljesíteni, ugye a 4 az kiadja a félmaratoni távot. 350-en várták a késő esti rajtot. 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A szervezők örömmel látták, hogy a módosított időpont ellenére milyen sokan vettek részt a futáson. A legeredményesebbek díjakban is részesültek, emlékérem pedig mindenkinek járt. A legjobbakat természetesen díjazzuk, a dobogó már készen áll. Nagyon változatos díjakat sikerült összeszednünk, tehát említhetnék itt például olyat is, hogy egy minőségű üvegbor is ütheti valakinek a markát, de például a félmaratoni győztesek egy egész sportdiagnosztikai felmérést kapnak ingyen, tehát az egy nagyon-nagyon értékes nyeremény, de nagyon sok szponzorot és nagyon sok felajánlást kaptunk, úgyhogy senki nem megy haza üres kézzel, aki dobogón végez. A szervezők külön köszönik a rendőrség, a polgárőrség és az önkéntesek odaadó munkáját, akik mind a verseny sikerért tevékenykedtek. Amatőr teniszezők próbálhatták ki magukat a hétvégén a Horváth Lajos Szakács Gábor teniszkupán. A Siesta teniszcentrum pályáján remek küzdelmek zajlottak, egyéni és páros versenyben egyaránt. A duók összecsapásait a Szakács Lipai kettős nyerte, az egyéniben Vurdics Mihály bizonyult a legjobbnak. A végaszágon Blaskó Péter diadalmaskodott. A megmérettetés idén is népszerű volt, 22 fő jelentkezés érkezett az egyéni, még 16 fő a páros versenyre. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Rácz Márton, az Esztárháza Központ zenei vezetője lesz. Utána a Hajrá Sopron című sportmagazinunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden a napos gomoly felhős idő mellett elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul majd. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.